Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. A Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hegedű versenyt szervez a Békés-megyei zeneiskolák növendékei számára. Erről beszélgetek a következő percekben az intézmény igazgató helyettesével, Szomor Istvánnal. Üdvözlöm a stúdiónkban. Jó estét kívánok. A versenynek több évtizedes hagyománya van. Hogyan indult ez annak idején? Valóban igen, ez a hegedű verseny több évtizedes múltra tekint vissza. 1977-ben rendezték meg első alkalommal ezt a hegedű versenyt a Békés-megyei zeneiskolák számára. Ahogy most is, nyilvánvalóan akkoriban is az volt a motiváció egy ilyen verseny megrendezésével kapcsolatban, hogy a tehetséges növendékek bemutatkozhassanak egymás előtt a megye tanárai és más növendékek előtt is. Milyen rendszerességgel tartják meg azóta ezt a versenyt, illetve az ideit milyen előkészületek előzték meg? Ezt a zenei versenyt 3 évenként rendezi meg a Békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola. Mindig, amikor ez a 3 évhez érkezünk, akkor a verseny előtt már hónapokkal elkezdünk felkészülni arra, hogy minden tekintetben az intézményünk úgy tudja fogadni az ide érkező tanárokat és növendékeket, ami méltó ehhez a versenyhez, és hát természetesen konkrétan a versenyen indító tanárok, növendéket indító tanárok pedig hónapok óta dolgoznak a növendékekkel. És hogyha szóba kerültek a felkészítő tanárok, azért közvetve a növendékeken keresztül ők is megmérettetik magukat. A már több éves tapasztalatot figyelembe véve, milyen képet mutat a megye tanárairól ez a megmérettetés? Hát nyilván, hogy egy abszolút magas színvonal, ami a versenyen majd megmutatkozik, és ahogyan is mondta, közvetve a tanárok is bemutatkoznak. Hát igen, ez egy nagyon fontos pont itt a versenyen, hogy egy tanuló áll a színpadra, ugyanakkor a háttérben ott van a tanárral történt, és hónapokon, de inkább úgy mondanám éveken keresztül tartó munka. És bizony egy-egy hegedű tanár, de ez ugyanúgy más hangszeres tanárok esetében is elmondható, munkája a növendéken keresztül megmutatkozik, látszik, hogy valóban ki milyen aspektusból közelítette meg a zeneműveket, vagy akár a hangszertechnikai kérdéseket. Egyébként a megyének milyen a lefedettsége, hogyha valaki zenét szeretne tanulni, akár fiatalon, milyen lehetőségei vannak? A Békéscsabai iskola mondható talán a legnagyobb zenei alapfokú művészet oktatási intézménynek, ugyanakkor más településeken is, Gyula, Szarvas, Orosháza, Békés, van lehetőség arra, hogy aki zenét szeretne tanulni, és itt nem csak a hegedűről beszélek, hanem más hangszerekről is, ezt az adott város zeneiskolában megteheti. Visszatérve kicsit magára a versenyre, ki lesz a zsűri? A zsűri 3 főből fog állni ez alkalommal. Debreceni Zenedéből hívtuk meg Bogáti Bokor Orsolya tanárnőt, hegedűművészt. Csernátoni Marianna tanárnőt Budapestről hívtuk, aki valamikor ennek az intézménynek is hegedű tanára volt évtizedeken keresztül, és Gödöllőről Bagi Márta tanárnőt hívtuk még meg a zsűribe. Összesen hány intézményből, illetve mekkora területről várnak nevezéseket? Összesen 6 városból, 6 zeneiskolából érkeznek hozzánk, úgy mint Orosházáról, Békésről, Szarvasról, Gyomaendrődről, Gyuláról, és természetesen Békéscsabáról. Lezárult már a nevezési folyamat, vagy van még lehetőség jelentkezni, illetve összesen hány főt várnak? Lezárult, hetekkel ezelőtt lezárult, pontosan azért, hogy a szervezési feladatokkal ne csúszunk ki az időből. Összesen 30 fő jelentkezett a 6 településről. És ugye, mint minden verseny, ez is jó alkalmat biztosít arra, hogy a tehetségek bemutatkozzanak. Mi az, ami szembetűnő ilyenkor, amivel úgy ki tud emelkedni a többi közül, mondjuk egy tehetség? Ki számít tehetségesnek? Mit figyelnek ilyenkor? Hát valóban ez egy nagyon jó lehetőség, egy versenyfellépés, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy koncertfellépés is egy jó lehetőség egy tanulónak, egy növendéknek. Talán ez még frekventáltabb dolog, hogy valaki egy versenyen kiállhat a nagy közönség és a zsűri elé.
Az, hogy mit figyelünk, vagy mit figyel ilyenkor az ember egy hozzáértő egy növendékjátékán, ez nyilván, hogy egyéni kérdés. Alapvetően, ha vonós hangszerekről beszélgetünk, akkor figyelhetünk intonációs kérdésekre, mennyire tisztán szólal meg a kezébe a hegedű egy tanulónak. Figyelhetünk zenei kérdésekre, milyen szépen fogalmaz meg zenei dolgokat egy-egy zeneműben a tanuló. És hát figyelhetünk hangszertechnikai kérdésekre, hogy mindezt milyen eszközökkel hogyan tudja megvalósítani. Elég szubjektív kérdés az, hogy mennyire könnyű vagy nehéz megtanulni hegedűn. Van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben, van, akinek több szorgalom, másnak több tehetség jutott. Mitől függ, hogy valaki sikeres lesz benne? Nyilvánvalóan én úgy gondolom, nem szabad azt mondani, hogy a hegedű egy nehéz hangszer, egy másik hangszer könnyű hangszer. Minden hangszernek megvannak a maga nehézségei. A hegedű úgy nevezzük mi a zeneiskolában, hogy egy hosszú tanszakos hangszer. Ez tulajdonképpen azt takarja, hogy az előkészítő évekre is, akár már gondolok itt egy első általános iskolás korban való elindulásra, nagyon szükség van, és fontos, hogy valaki éveken keresztül elmélyítse a tudását. Igazság szerint megmutatkozik a tanulmányok során, vagy már akár az elején is, hogy valóban valakinek erre jó adottságai vannak. Gondolok itt manuális készségekre, milyen kezei vannak, amelyel mindkét kéz esetében fontos a hangok lefogása, a vonókezelés, és ugyanúgy nagyon fontos az, hogy egy hozzánk érkező kisgyereknek vagy nagyobb gyermeknek milyen intonációs készségei vannak, mennyire tud ő a fülével korrigálni és ezt a hangszeren igazítani, hogyha érzékeli, hogy mondjuk nem tisztán játszik egy-egy részletet. És maradva kicsit a hegedűnél, mennyire népszerű hangszer a gyerekek körében, mennyien választják ezt? Az utóbbi egy-két évben talán fölfutó ágban van. Nem mondom, hogy például tud vetekedni egy populáris gitárral, ugye, ami általában nagyon népszerű mindig a tanulók körében. Nem panaszkodunk, azt mondhatom, hogy vannak érdeklődő növendékek hegedűre is folyamatosan. Milyen költségekkel jár maga a szervezés, és honnan merít rá forrást az iskola? A szervezés, a verseny megrendezése több százezer forintos költségvetéssel számol. Alapvetően az intézmény fenntartója a Békéscsabai Tankerületi Központ, aki ezt a versenyt finanszírozza. Mindemellett viszont kísérletet teszünk arra, hogy támogatókat keressünk a verseny megrendezéséhez, lebonyolításához. A közönség előtt nyitott lesz esetleg a hangverseny, vagy csak az adott felkészítők és résztvevők lehetnek jelen? Alapvetően nyitott az iskola, nyitva van az iskola. Nyilvánvalóan, hogy a fellépő növendékek családtagjai, rokonok, barátok, azok, akik a felkészítő tanáron és a zongora kísérőkön kívül őket elfogják erre a megmérettetésre kísérni. Nem korlátoztuk a kísérők számát, azoknak az embereknek a számát, akik bejöhetnek az intézménybe, hiszen egy elég nehéz időszak van mögöttünk, amikor kevés koncert lehetőség, kevés fellépési lehetőség volt. Hogyha van egy ilyen frekventált alkalom, akkor arra szeretettel várjuk a kísérőket. És kapcsolódva kicsit a támogatásokhoz, hogyha valaki szeretné támogatni ezt a koncertet, akkor hogyan teheti meg, milyen formában? Alapvetően a Békéscsabai Tankerületi Központ mellett a Békéscsabai Muzsika Hangja Alapítvány, aki a versenyt támogatja. Az alapítványt támogatva tudja egy patronáló ezt a versenyt is financiálisan támogatni, amely nyilván, hogy a rendezést elősegíti. Egyébként mennyire foglalkoznak komolyan a zenével a későbbiekben azok a tanulók, akik a Bartók Zeneiskolában tanulnak? Magyarul milyen az arány azok között, akiknél többnyire hobbi marad a zene, és azoknál, akik esetleg egyetemen folytatják a tanulmányaikat? Hát kisebb százalék az a gyerekek esetében, aki valóban ezt a szakmát választja hivatásnak is. Ugye egy szűrő az, hogy az évek során kialakul
hogy valóban tehetséges valaki egy adott hangszeren, és mindemellett elhivatott is. Ugyanis nem csupán tehetségesnek kell legyen valaki, hanem nagyon-nagyon sok munkát kell fektessen abba, hogy egy adott hangszeren magas színvonalon megtanuljon játszani. Ebből kifolyólag nagy kitartásra van szükség ahhoz, hogy valaki tényleg zeneművészeti szakgimnáziumba és onnan zeneművészeti főiskolára menjen tovább. Végül pedig ismétlésképpen kérem, mondja el a verseny legfontosabb tudnivalóit. A Békés megyei zeneiskolák hegedű versenyét február 11-én, jövő héten pénteken rendezi meg a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézet, amelyre 30 növendék érkezik a megyéből, hegedű tanáraikkal, kísérő tanárokkal, akiket nagy szeretettel várunk. Szomor István igazgatóhelyettesnek köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen én is. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!